Tisztelettel köszöntök mindenkit. A 2024 polgármester jelölti bemutatkozómon. Esetleg aki nem ismerne, vagy Vidéki Borbéné Töttösi Ágnes vagyok. Obláska, ülj le, légy szíves. Igen. Szeretném rögtön azzal kezdeni a bemutatkozó fórumomat, hogy két pletykára reagáljak. Aki ismer engem, az tudja, hogy nem halogatom a problémák szőnyeg alá söprését, hanem rögtön megoldom, kivágom, és orvosoljuk a problémát. Először is a Jókai utcai szolgálati ház, Naszírház értékesítéséről van szó. Ott az önkormányzat és a képviselőtestület hivatalos értékbecslőt kért fel a vételár megállapítására. Az önkormányzat és a képviselőtestület az értékbecslő által megállapított értéktől 20%-ba eltérhet. Mi eltértünk. Miért is? Azért, mert egy olyan köztiszteletben álló pedagógus lakott ott, aki igenis megérdemelte, hogy itt maradjon nagy dologon. Egyébként a pedagógus szak, amit tanít, az a matematika-kémia szak. Az egyik legnagyobb hiány szakma Magyarországon a pedagógusok körébe. A mostani, a jelen állapotban pedig igazgatói pozícióra jelentkezett, és várja a döntést. Egyébként, hogyha nem értékesítettük volna az ingatlant, akkor már nem lakna ott senki. Ugyanis a megemelkedett energiaárak miatt köbmétere a gáznak 1000 forint volt, kihangsúlyozom, 1000 forint. A villany kilowatt ára pedig 250 forint. Olyan horribilis számlák keletkeztek, hogy az albérlőink kimenekültek a lakásokból. Úgyhogy az önkormányzatnak pont kapóra jött, különben a ház állaga folyamatosan romlott volna. A Lükli család a hátsó részt nem használta, és 2019. novemberében hömpölygött ki a víz az előtérből. Oda mentünk, és azt tapasztaltam, hogy a hátsó fal már szétnyillott, eszméletlen milyen állapotok voltak, leromlott nagyon a hátsó rész, mivel ők nem is mehettek be abba a helyiségbe, ugyanis az volt régen az orvosi rendelő. Így, amikor megkeresték az önkormányzatot, és vételárat, és vételi szándékot nyújtottak be, akkor én úgy gondoltam, hogy ez a család megérdemli, és hogyha itt tud a települést tartani egy ilyen hiányszakmát képviselő pedagógust, akkor azzal igenis élnünk kell. Ez lenne az első dolog, amit el szerettem volna mondani. A második pedig a Schneider-Lóránt féle sertéstelepel kapcsolatos. Engedjék meg, hogy én most a jegyző úr véleményéből felolvassak pár mondatot. Többet ehhez a témához hozzáfűzni nem szeretnék. Mindenkit nagyon szívesen várok fent az önkormányzatnál, ahol bele lehet tekinteni a dokumentációba, ahol a jegyző úr személyesen ad felvilágosítást. És kérem, ne üljenek fel mindenféle mennemondákra. Akkor olvasnám a jegyző úr leveléből a kiragadott pár mondatot. Ki kell hangsúlyozni, hogy az irányadó általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben kapott ügyféli jogaink érvényesítése jogszerű volt. Kárt okozni a polgári törvénykönyv főszabálya szerint csak jogellenes magatartással lehet. A törvényes jogok gyakorlása ennél fogva nem lehet jogellenes. Jogszerű magatartásunkkal nem tudtunk kárt okozni a gazdálkodónak. Ugyanis az önkormányzat, mint szomszéd, ügyfél pozícióba volt jelen ebbe az ügybe. És ügyfélként nem lehet az önkormányzatot perbe vonni.
A nagydorogi önkormányzat nem szakhatóság. A szakhatóságok Pakson és Szekszárdon működnek az építési osztályokon. Tehát, hogyha a Schneider Lorán perbe kíván vonni valakit, akkor az a vagy Paks város jegyzője, vagy pedig a Tolna vármegyei kormányhivatal, aki áll elébe, és a jogi osztály dolgozik az ügyön. Ezt szerettem volna tisztázni, és még egyszer elmondom, mindenkit nagyon szívesen vár a jegyző úr, és korrekt tájékoztatást fog adni. És még egy hozzáfűzni valom van, hogy 2 éve a Lóri megkapta az építési és fennmaradási engedélyt. 2 éve. És most a választási kampány előtt került elő újra ez az ügy. Elég érdekes. Én ehhez mást hozzáfűzni nem szeretnék, és ezzel kapcsolatban nem is szeretnék tájékoztatást adni. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk fent az önkormányzatnál. A 2019-es kampányfórumomon is használt diákat szeretném bemutatni önöknek. Színekkel megkülönböztetett célokat fogok most kielemezni. A zöld sávban találhatóak a különösebb anyagi ráfordításokat nem igénylő célok, csak a tettek kérdése volt a megvalósítás. A sárga sávban a középtávú célokat jelöltük meg, a piros sávban pedig az 5 és 10 éves időintervallumban megvalósítandóakat. Akkor nézzük is rögtön. Az idősek otthona. Az idei évben korszerűsítettük az épületet. Az intézmény vezetője Törökné Jóháci Szabina, köszönöm szépen a munkáját, remek munkát végez. A korszerűsítések alatt értjük az aljzatnak az új linoleum borítását, az ajtók, ablakok festését, beépített szekrényét is természetesen, új bútorok lettek vásárolva, tisztasági festésen esett át az épület, és 3 darab klímaberendezés került felszerelésre. Vasaló, porszívó és hűtők vásárlását valósítottuk meg. Egyébként egyházi vezetőink 2 hetente látogatják a nyugdíjasainkat, akik az intézménybe a napjaikat töltik, és mozivetítés van színes programokkal, sütéssel, főzéssel látják el az időseket, a gondozók. Minden rendben van, úgy gondolom, az intézményben. Én is látogatom az intézményt születésnapokkor és valami nagyobb rendezvénykor, akkor mindig én is megyek, együtt ebédelünk, vagy meghívnak vendégségbe a lányok, úgyhogy ott úgy érzem, hogy minden rendben van. A családsegítőnk Végerné Bakonyi Petra, aki a rászoruló családokat segíti, mint képviselő aktívan közreműködik és közvetít a képviselőtestület és a Szociális Bizottság tagjai között. Házi gondozásban részesül egyébként 14 fő a településen. Ebédet a jelen állapotban 100 főre biztosítunk, 35-40 főnek is szállítjuk. Civil szervezeteink. Kijelenthetem, hogy szoros kapcsolatban állunk a civil szervezetekkel, segítjük működésüket, figyeljük pályázataikat, megírjuk és utókövetjük. A Horgász Egyesületnek a pályázatait nem az önkormányzat írja, de az évi költségvetés terhére a Horgász Egyesületet is ugyanúgy támogatjuk. A foci csapat új edzőjével tartom a kapcsolatot. Minden évben 4-500 000 forint támogatást nyújt a képviselőtestület a csapatnak. Az önkormányzat költségvetésének terhére. 1 millió forintot megelőlegeztünk az egyesület részére, mivel utófinanszírozott volt a pályázatuk 3 éve. A tavalyi évben önkormányzatunk 2 millió forintos eszközbeszerzési támogatást írt az egyesületnek. Az edző úr meccsek előtt felveszi velem a kapcsolatot, és megkér, hogy mikor menjen a közmunkás csapat, mikor vágjuk le a füvet.
az volt a kérése, hogy csak akkor menjünk, amikor ő szól, és ezt végre is hagyjuk. A civil szervezetekkel kapcsolatban még ezt szeretném mondani, hogy nincs a megyébe még egy önkormányzat, pontosabban egy nagyváros van, Dombóvár, aki a civil szervezeteinek fogja a kezét, írja a pályázatait, elszámol és utóköveti. És akkor most felsorolnék pár civil szervezetet, amelyeknek a tavalyi évben elnyertünk bizonyos összegeket. Buzavirág Néptánc Együttes 337 000 forint. Galambtenyésztő Egyesület 350 000 forint. Galambtenyésztő Egyesület 990 000 forint. Sportegyesület eszközbeszerzés 2 000 000 forint. Nyugdíjas Egyesület 341 000 forint. Polgárőr Egyesület 7 549 750 forint, Tűzoltó Egyesület 6 393 000 forint. Ez összesen 17 685 000 forint. Úgy gondolom, hogy ez példaértékű, és ezt szeretnénk továbbra is folytatni. A civil szervezetekkel kapcsolatban még annyit, hogy a múlt hónapban településünkre látogatott a Szekszárdi Civil Központ, meghívta a nagydorogéi civil szervezetek vezetőit, és elismerésben részesítette a települést, civil szervezeteit, önkormányzatait a jó együttműködés véget miatt, és biztatott bennünket, hogy csak így tovább, mert tényleg példaértékű ez az összefogás. Kispolgárok köszöntése. Dobri István polgármester úr kezdeményezésére született ez a szép ötlet, mely apropójából a megszületett kisgyermekeket, kispolgárainkat köszöntjük, köszöntötték, és az édesanyákat. Egy oklevéllel és egy komoly ajándékcsomaggal mi is kedveskedünk, hiszen újra felevelenítettük ezt a szép hagyományt, és éppen a múlt héten volt egy kispolgári köszöntés a óvodába, a tornaszobába, ahol az ajándékozás mellett egy kis előadó művészünk is szórakoztatta édesanyákat. Még egy nagyon nemes kezdeményezést hívtunk életre, Nagydorog díszpolgára és Nagydorog szolgálatáért díjak érdemrendet adományoz újra az önkormányzat. Ezeket a díjakat már talán 10 éve nem osztották, és a tavalyi évben úgy gondoltuk, hogy pár személy alkalmas, és megragadtuk az alkalmat, megköszöntük a munkájukat, és kitüntetésbe részesítettük őket. Fiatalok. Erről sokat nem tudok mondani, fiatalok és tanfolyamok. 2020-ban Hán Róberttel elkezdtük a tanfolyamok képzésének Nagydorogra hozatalát, vonzását, de sajnos a Covid közbeszólt, és 2 évig abszolút nem találtunk olyan szervezetet, aki elhozta volna a tanfolyamait a településünkre, és az idei évben felvettük a kapcsolatot, és ősztől már lenne angol nyelvoktatás és számítógép oktatás. Közmunkaprogram bővítése. A korábbi 6 fő helyett 11 főre sikerült növelni a létszámukat, ami lehetőségünk volt rá. A munkaügyi központ szabja meg az önkormányzatoknak az alkalmazott létszámot. A jelen gazdasági helyzetben létszámbővítésre nincs lehetőség. 2020-2022-ben 80%-ban finanszírozta az állam a közmunkaprogramot, a fennmaradó 20%-ot azt az önkormányzatok a saját költségvetésük terhére gazdálkodták ki. 2023-24 évben most 100%-ban finanszírozza az állam a programot, és ezáltal a létszámot is. Tehát ebbe a döntési lehetőségből, hogy a 11 főről még tovább bővítsük, növeljük a létszámot, erre most sajnos lehetőségünk nincs. Egyébként 2-3 fő csökkentett munkaképességű személy foglalkoztatását is vállalta az önkormányzat az előző 2 évben. Egészségügy és orvos utánpótlás.
A tartósan betöltetlen egyes számú körzetbe sikerült szerződéssel dr. Bájer Gábor urat ide vonzani Nagy Dorogra, aki aláírta a szerződést, hogy 6 évig minimum itt maradna a településen, ezáltal az ő közreműködésével tudtuk a Magyar Falu Program orvosi szolgálati családi ház pályázatát benyújtani. Tehát más orvossal nem tudtuk volna benyújtani, hiszen tartósan betöltetlen másik házi orvosi körzet nem volt. Bízunk benne, hogy még több éven keresztül számíthatunk a munkájára. Egyébként az orvosi alapellátással kapcsolatban azért nem lehetünk nyugodtak, hiszen 2 védőnővel is dolgozunk, ahol az egyik védőnő már nyugdíjas. Remélem, és van olyan jó fizikai állapotban is, hogy még sok évet szeretne dolgozni védőnőként. Én támogatom mindenféleképpen, és biztatom. A másik pedig dr. Egős György főorvos úr, aki szintén nyugdíj mellett látja el a feladatát. Én bízom benne is, hogy még sok-sok éven keresztül kiszolgálja az itt élő lakosságot. Nagyon meg vagyunk vele elégedve, és én innen is nagyon jó egészséget kívánok neki. Tehát nem dőlhetünk hátra, terveznünk kell, és tervezni is szeretnék, ha bizalmat kapok. Kérném a második diát. Temetők és odavezető utak. Az utakat folyamatosan, a temetővezető utakat folyamatosan töltjük, glédereztettük is. Zúzott kővel, törmelékkel próbáltuk a kátyukat feltölteni. Figyeljük a pályázati lehetőségeteket, de egyelőre még nem találtunk. A temetőink területén, ha szükség van a fűkaszálásra, a zöld hulladék elszállításra, vagy a virágültetésre, hiszen ott van Széchenyi domonkos sírja is, vagy nagy kopjafa, oda rendszeresen az önkormányzat kimegy, ápolja a sírokat, virágokat ültet, akkor számíthatnak ránk az egyházaink. Szemétmentesítés. Minden héten 2-szer, pénteken és hétfőn közterületeinken összeszedjük az eldobált hulladékot. 2 havonta az 5 bekötő út jobb és bal oldalán szintén végig megyünk, és összegyűjtjük. Valamikor legalább 20 zsákot töltünk meg az illegálisan eldobált hulladékkal. Évente meghirdetjük a Teszed szemétszedési akciónkat, ahol a falu lakosságával karöltve szedjük a hulladékot, és megtisztítjuk a falu bel- és külterületét. Minden fórumot, vagy akár híradót, ha adunk, felhívom a lakosság figyelmét, hogy ne dobáljuk el, vigyázzunk környezetünkre, hiszen szép és egészséges környezetben jobb élni. Virágos falu projekt. Büszkék lehetünk településünkre, hiszen gondozott és virágos. Az idén áprilisban pályázatot nyújtottunk be a Virágos település címért, elbírálás alatt van. A virágpalántákat, mint magánember finanszírozom évek óta, hiszen, mint mindenki tudja, 2 havi jövedelmemet ajánlom fel a településemnek, polgármesteri jövedelmemet. Ezen kívül nem csak virágpalántákat, de például szüreti felvonulásunkkor a kisvonatot is mindig én finanszírozom, vagy például most falunapon, ha azt mondom, hogy viszkis, akkor mindenki tudja, jön a kis kemencével, és a gyerekeknek folyamatosan korongoz, égetik, úgyhogy azt is én finanszírozom, és még elég sok mindent. Vízelvezetési problémák feltárása, megoldása. Belterületi csapadékvíz elvezetésre pályázatot nyújtottunk be, melyet 2 ütemben szeretnék megvalósítani. Első ütem a fő vízelvezeti árokrendszerek kotrása, második ütem az egyes utcák átteresei és árokszakaszok kotrása. Megterveztettük ezeket a projekteket. Egyelőre ezek top pluszos pályázatok, egyelőre tartaléklistára kerültünk, de bízom benne, hogy tudnak forrásokat átcsoportosítani, és akkor újra be lehet nyújtani. A Kossuth utcában az árkokat a tavasz folyamán kotrással tisztítattuk. Láttuk is, hogy milyen jól jött, mert ilyen szélsőséges az időjárás, és szinte megteltek az árkok.
az árok rendszereinket a Vörösmarty utcában is gyérítettük, tisztítottuk, és nem csak a Vörösmarty utcában, hanem a Jókai utca mögött is. Minden évben egy-két árokrendszert tervbe veszünk, és kitisztítjuk. De el kell, hogy mondjam, hogy a növényzet burjánzik, a közmunkás csapat kevés, a fűnyírást is szinte alig bírjuk, úgyhogy kérném, hogy ezzel kapcsolatban legyenek türelmesek, és nagyon bíztunk a pályázat pozitív elbírálásába. Ehhez a pályázathoz tartozott még itt a házasságkötő terem mögötti két tónak a kotrása és tisztítása is. Utak, járdák felújítása. Megépült a Bem utca, Damjanics utca, Jókai utca. Beadásra került pályázatunk a Rákóczi utca, Kisernő utca, Ady Endre utca, Irinyi utca és a Vasút utcában a buszforduló mögötti útszakasz. Tartaléklistára került ez az öt utca, és most két hete újra megnyitották, hiánypótoltattak, és most várjuk az elbírálást. Remélem, hogy sikerül, és akkor öt utcát tudunk aszfaltozni. Az Irinyi utca és a Kisernő utcát úgy nyújtottuk be, hogy az aszfaltozás alatt az ivóvíz főgerinc vezeték is cserére kerülne, hiszen nagyon sok probléma van az Irinyi utcában is, és a Kisernő utcában. Itt a nemzeti vízművekkel kell majd egyeztetni, ugyanis az önkormányzat hatásköre alól már a vízügyi, tehát a vízügy kikerült, úgyhogy állami tulajdonban van, ők szabják meg, hogy hozzá lehet-e nyúlni, vagy esetleg fejleszteni. Mindenképpen a hozzájárulásuk kell. Művelődési ház. Hosszú távú terveim között szerepelt, és erre irányuló pályázati lehetőség az elmúlt 4,5 évben nem adódott. Miniszterelnökségi beruházásként, mint Szedresben, tudtunk volna forrás szerezni, de sajnos közbejött a gazdasági recesszió, és keresztül húzta a számításainkat. Süli János képviselő úr fejben tartja az ígéretét, ő is tudja, hogy méltatlan, hogy egy ekkora településnek évtizedek óta ne legyen faluháza. Megmondom őszintén, hogy ide a házasságkötő terem mögé szerettük volna az erdő elé a faluházat építeni, remélem, hogy egyszer megvalósul. Szeretnénk megnyitni a piaccal egy gyönyörű fahiddal, hogy közvetlenül át lehessen járni a posta irányába, és ez lenne a településünk szíve, lelke. Akkor az elektromos autótöltő állomás, erre pályázati lehetőség nem adódott, és más fontosabb pályázatok területén nagyobb prioritást élveztek, úgyhogy ezt egy kicsit elnapoltuk. Hogyha lenne igény a lakosság részéről, mert hozzánk még nem futott be, akkor komolyabban foglalkoznánk vele. Harmadik diát kérném, turizmus és kultúra, testvértelepülés. Sajnos a COVID-járvány az első években meggátolta a kapcsolattartást, de a tavalyi évben eljutottunk Igazfalvára. Egy színvonalas rendezvényen vehettünk részt, ahol a helyi főzőversenyen megmérettettük magunkat, és díjat értünk haza. Az idei falunapi díszvendégeink az igazfalvai delegáció lesz, és az esti bálba az igazfalvi zenekar húzza majd a talpalávalót. Rendezvények. Sok rendezvényt tartunk, szervezünk településünkön, melyek színvonalasak, igényesek, családbarátak. Elismerésnek tekintjük, hogy a nagydorogiak mellett a környező települések lakói is szívesen látogatnak Nagydorogra. A programok nagy részét a pályázatírói díjak, projektmenedzseri díjából finanszírozzuk, hiszen külsős pályázatírót nem alkalmazunk. Most szombaton például a gyereknapi rendezvényre kerül sor, melynek minden alkalommal 10-12 önkéntes személy süti a palacsintát a gyermekek nagy-nagy örömére, melyet ingyen kínálunk, és a sok alapanyagot támogatásból kaptuk, és ezúton is köszönöm a vállalkozóknak. Úgy érzem, hogy megszületett egy összefogás, és mindenki szívvel, lélekkel teszi a dolgát, ha szólítjuk a lakosságot, de nagyon sok önkéntes jelentkező is van.
Nemzeti ünnepeinket méltó módon megünnepeljük településünkön. Nagydorogi újság újraélesztése. A Nagydorogi újságot is újraélesztettük, és negyed évente kiadásra kerül. Sárga sávunk, a regionális rendezvények. Igyekszünk eleget tenni az összes meghívásnak, ahol méltó módon képviseljük Nagydorogot. Rendszeresen díjazottak vagyunk, mint például legutóbb a Vára megye rendezvény főzőversenyén második helyezést értünk el. Tífjú Gölöncsér István volt a főszakásunk, tavalyi évben szintén ő volt, akkor pedig első helyezést értünk el. Az előző években pedig a legszebb stand címet nyertük el. Mindig nagy-nagy erőfeszítéssel készülünk ezekre a rendezvényekre, mert szeretnénk településünket a legszebb, a legjobb színbe feltüntetni, és vinni Nagydorog hírét, hogy minél jobban, minél több helyen, távolabbi helyeken is öregítsük hírnevét. Vendégfogadás. Minden lehetőséget és alkalmat megragadunk arra, hogy a közélet, a kultúra iránt érdeklődők számára programokat szervezzünk. Közelmúltban, múlt hét szombaton, Bánki Vilma és Bánki Viktor emléktáblaavatásra került sor, melynek kapcsán vendégeket fogadtunk Argentínából, Németországból és hazánk különböző pontjairól. Vendégül láttuk a Tolna megyei értéktárbizottságot, aki kihelyezett ülést tartottak Nagydorogon, melynek keretében megmutathattuk településünk értékeit. A gasztrokultúránk népszerűsítése érdekében két főző műsorban is szerepeltünk helyi ételekkel. Motoros rendezvényünk a hónapban nagyon népszerű volt, országos népszerűségre tettünk szert, és nagy közönséget vonzott. Köszönöm szépen Sarok Róbert szervezőnek, hogy ide álmodta meg Nagydorogra ezt a színvonalas rendezvényt. És akkor a negyedik diát kérném. Vacsora és fórum. Ígéretemhez híven évente egy vállalkozói estet rendezünk azoknak az a vállalkozóinknak, akik adóikkal hozzájárulnak településünk fejlődéséhez és működéséhez. Ezúton is köszönöm nekik. Ezek a rendezvények nagyon meghittek, beszélgetünk, ötleteket kapunk, és megvitatjuk a kérdéseket, felvetéseket, és természetesen az építő kritikát is elfogadjuk. Nagydorog honlap. A honlapunkat Hán Róbert kollégán kezeli. A fejlesztése megtörtént, a képviselőtestület anyagai folyamatosan, tehát a képviselőtestület értekezletek felkerülnek. A honlapot értéktárgyi anyagaink, a honlapon értéktárgyi anyagaink megtekinthetők, és az egyéb közérdekű közlemények és információk. A bentlakásos idősek otthona, ez egy 10-15 éves elképzelés, melyet komoly előkészítés és tervező munka és anyagi forrás felkutatása előz meg. Pályázati forrásból lehet ezt a célkitűzést megvalósítani. Nagyon ritkán írnak ki rá pályázatot. Ez egy szép és neves célkitűzés, melyre nagy igény lenne, nem csak a településünkön, hanem a környező települések lakói között is. Azt gondolom, hogy látszik, hogy a vállalásainkat nagy részt teljesítettük. Szinte az összes zöld és sárga vállalás célkitűzést végrehajtottuk. Most szeretném felsorolni a kivitelezett beruházásokat 2019 és a 24 közötti időszakba, de engedjék meg, hogy képviselőjelölt társaim közül szólítsak két embert, akik szeretnének bemutatkozni. Először megkérném Végerné Petrát, légy szíves. Üdvözlök mindenkit, aki megtisztelt bennünket a figyelmével. Nagyon izgulok, nézzék el ezt nekem. 46 éves vagyok, nagydorogi három gyerekes édesanya, és mindemellett a családsegítés is 25-26. Éve már az én feladatom a településen, és nagyon remélem, hogy ezt még nagyon sokáig tudom csinálni. A családsegítői irodám a gondozási központban kapott helyet, ahol mi helyi szociálisok már összefogva a házi segítségnyújtók, családsegítő, idős gondozók együtt dolgozunk, és minden korosztály számára az ajtónk nyitva,
És igazából ez is indított engem arra 5 éve, hogy elinduljak a választáson, mert akkor azt éreztem, hogy méltatlan helyen vagyunk, hogy mostoha gyerekei vagyunk úgymond az önkormányzatnak, és szerettem volna, hogyha a mi hangunk, meg azoknak a hangja, akikkel dolgozunk, eljut az önkormányzatig, és úgy érzem, hogy ez sikerült. Mert igazából kötelezően ellátandó feladatból egy megbecsült intézmény lettünk, és ez nekem már elég. Én az elmúlt 4,5 évben nagyon jól éreztem magam, az ügyfeleimnek nagyon sok eredményt el tudtam érni, és azért döntöttem úgy mindezek ellenére, hogy sikerült ezt a pozíciót elérnie az intézménynek, mert szeretném ezt folytatni. Vannak még célok, van még a szociális területen megvalósítandó feladat, és ha úgy érzik, hogy a testületben, az újonnan megalakuló testületben bármilyen legyen is az, szükség van egy olyan emberre, aki a szociális oldalt képviseli és átlátja, akkor megköszönöm, hogyha rám szavaznak és megtisztelnek a bizalmukkal. Köszönöm szépen! És akkor még egy képviselőt szólítanék, dr. Balassa Józsefet, aki a gyógyszertár mögötti telkét felajánlotta az önkormányzatnak. Fel is töltöttük, amikor a Paksi út újra aszfaltozása és fejlesztése történt, és szeretnénk az ott lévő kerítést Ellalakba megnyitni, úgyhogy ott egy szép nagy udvar rész lenne, és oda kocsival is be lehetne állni, és méltó módon ki lehetne pakolni. Ezt köszönöm neki. A másik dolog pedig, hogy az összes jövedelmét felajánlja a Nagy Dorog Egyesületnek, a kulturális rendezvényeinkre, és bármilyen jótékonysági rendezvényünk van, akkor ő mindig nagy vonalú. Akkor most légy szíves, Jóci. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök mindenkit. A formaság kedvéért dr. Balassa József vagyok, és a gyógyszertárat vezetem most már nagyon jó ideje. Az elmúlt 5 évben kezdtem el a politika felé nyitni. Első ciklusomat töltöttem az önkormányzatban, illetve több szakmai szervezetnek is a tagja vagyok most már. Illetve az, hogy a sok belém vetett bizalmat és szavazatot meg tudjam hálálni, közgazdaságtant is tanultam az elmúlt években, úgyhogy remélem, hogy elég felkészülten állok itt most önök előtt, illetve előttetek. Nem készültem nagy beszéddel, de szeretném azért érzékeltetni, hogy honnan indult ez az egész önkormányzat. A legelső rendezvény egy október 23-ai műsor volt, és már azon is látszott, hogy mennyire igényes, felkészült programok várnak ránk ebben a ciklusban tulajdonképpen. Sajnos ránk tört a Covid és a világjárvány, úgyhogy beszűkültek a lehetőségeink, innen kellett elindulnunk. Innen kellett szívós munkával bizalmat építeni, kapcsolatokat teremteni, ami sikerült is. Ma már ott tartunk, hogy megyei magasrangú politikusok szívesen jönnek a településre, és partnernek tekintenek bennünket. Miért? Egész egyszerűen azért, mert látják, hogy a támogatások célba érnek. Hogy a pályázataink, amik be vannak adva, dolgozunk rajtuk, utánkövetjük, és egyszerűen értelmesek, hasznosak. Mit lát ma egy ember, aki nagy dologra tekint, láthat igényes rendezvényeket, legyen az egy téli beszélgetés, vagy egy falunap, teljesen mindegy. Láthat szépülő köztereket, szépülő középületeket, illetve nagyon sok embert, aki tenni akar ezért a településért. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb és legfelemelőbb pontja ennek a munkának az, hogy mennyi embert meg tudunk szólítani. Akár a polgármester asszony, akár a testület. Sok ember jön, és szívesen tesz a faluért. Ha most elkezdeni felsorolni mindenkit, akkor valaki biztos kimaradna és megsértődne, de talán egy-két szóval az, hogy mindig ott vannak a polgárőrök, a közmunkások, mindig ott vannak a településért tenni akaró civil szervezetek, óvónők, pedagógusok. A legfontosabb, amit utolsó gondolatként el szeretnék mondani, az az, hogy a civil szervezeteink aktívak, a falu él és fejlődik. Ezt kell szem előtt tartani. Vasárnap választás. Én arra kérek mindenkit, hogy bízzanak továbbra is bennünk, szavazzanak ránk az itt megjelent képviselőjelöltekre, akik eddig is dolgoztak, illetve szeretnék támogatni az ágit, illetve az, hogy szavazzanak a polgármester asszonyra, hogy tudjuk folytatni a munkát. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen. Légy szíves, gyertek be, jöjjön be, nyugodtan foglaljanak helyet, és még egyszer felhívom a figyelmet, hogy akinek esetleg vízre van szüksége, a folyosón van, mert nagyon meleg van itt benne a helyiségben. Akkor menjünk is tovább. 2019 és 24 között kivitelezett beruházások. Azért írtam így, hogy kivitelezett beruházás, ugyanis a Bem utca aszfaltozását az előző ciklusba nyertük el. De ez így működik. Nekem is vannak beadott pályázataim, amit most nyertünk el. Például a jövő évi gyermeknap, amire nyertünk 3 millió forintot. Lehet, nem én leszek a polgármester, de a következő polgármester fogja hasznosítani és végrehajtani. Ehhez csak ezt szeretném hozzáfűzni, és akkor mondom is tovább. A Bem utca aszfaltozása. Nagy dolog, víziközmű fölújítása, 1240 méter hosszan a polgármesteri hivataltól a Szenesi legelőig. Kossuth utcai Iker szolgálati lakás műanyag nyílászárainak cseréje. Kossuth utcai óvoda kültéri játszóeszközének és az összekötő támfal építése, táncház nyílászárainak cseréje. Polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése és külső homlokzati felújítása. Damjanics utca aszfaltozása első ütem, Damjanics utca aszfaltozása második ütem, fásítási program, több száz facsemete ültetése, Kossuth utcai óvodánk tornaszoba építése, Görgei utcai óvodánk belső, illetve külső korszerűsítése önerőből, öltözőszekrények vásárlása mind a két óvodánk számára, plusz fektetőágyak vásárlása. Kisiskola melletti parkoló, önerőből történő megvalósítása. Tisztítsuk meg az országot, illegális hulladéklerakók felszámolása, plusz külterületi útjaink lédereztetése. Kossuth utcai térkőjárda építése első ütem. Kossuth utcai térkőjárda második ütem. Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy hallottam, hogy csak a főutcát szépítjük. Elkezdtünk egy tervet, egy beruházást, amit az első ütemet befejeztük. Hiányzott még pár száz méter. Akkor hagyjuk abba, vonuljunk át másik utcába? Vagy fejezzük be? Ha egyszer valamit elkezdünk, azt be kell fejezni. Napsugárpark térkőburkolatának kivitelezése, modern játszótér kialakítása Borbétónál, házi orvosi szolgálati családi ház építése, falunapi kulturális rendezvényeink támogatása, csapóköz járdaépítés, zártkerti tanyaépület vásárlás, felújítás, plusz úthálózat fejlesztés 1 kilométer hosszan. Jókai utca úthálózat fejlesztés 1 kilométer hosszan. Településterv elkészítetése. Nagydorogi idősek otthonának belső felújítása saját erőből. Orvosi rendelők külső-belső korszerűsítése, ami most kezdődött el. Ott egy energetikai korszerűsítésre kerül sor, mellé pedig még bele terveztettük a külső homlokzat megújulását. Egyébként orvosi eszközöket is beszereztünk, a fogászatra panorámaröngent, új kezelőszéket, és a körzeti orvosainknak is eszközbeszerzést hajtottunk végre. Polgármesteri hivatal hátsó szárnyának külső-belső felújítása. Ez 1 milliárd 75 ezer forint értékben valósult meg, és itt szeretném hozzátenni, hogy az általános iskolai felújítást és új szárny építését nem kalkuláltam bele, hisz azt nem a Nagydorogi Önkormányzat érte el. Akkor kérném a következő diagramot. És akkor itt most megint megragadom az alkalmat, és két képviselőt szólítok. Szabójé Csabánét, a polgármester asszonyt, hogy szóljon pár szót. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Név szerint nem terveztem a bemutatkozást, hiszen nagyon régóta Nagydorogon élek, és nagydorogi vagyok. 1981 óta tanítok az általános iskolában, most nyugdíjasként is ezt teszem. Mindig sokat tettem a közösségért, az iskolai közösségért is, de a falu közösségéért is.
4 évvel ezelőtt is ezt határoztam el, hogy a közösség építésével fogok segíteni a falu életében és a kulturális rendezvények színvonalának emelését határoztuk el. Ennek úgy gondolom, hogy aktív tagja vagyok a kulturális életnek és a közösségi életnek is. Ezek azok az érvek, amik arra szólítottak, hogy újból induljak képviselőnek. Már 4 ciklusban az voltam, és még érzek magamban annyi erőt, hogy tudok tenni még a faluért. Napjainkban a Nyugdíjas Egyesületet vezetem, és nagyon aktívan élünk a falu életében, és megszaporodott a létszámunk elég jelentősen. A mostani csapattal annyira jól összeszoktunk, és olyan jól tudunk dolgozni, hogy én arra kérem önöket, hogy nagyon-nagyon sok tervünk van, és ezt egy összeszokott csapattal, és elsősorban csapattal lehet megvalósítani. Arra kérem önöket, hogyha úgy látják és úgy ítélik meg, hogy jól működünk, akkor szavazzanak ránk. Köszönöm szépen. És akkor szeretném a terveinket önök elé tárni. Nagy dolog egy mikrotérségű központtá vált, mely magába hordozza a fejlődés erejét és előnyeit. Tervezett infrastruktúrális fejlesztése 2024 és 29 között. A papírírószer bolt előtti parkoló és posta előtti parkoló térkövezése. Ezért nem nyúltunk most a parkolóhoz, mert szeretnénk most júniusban vagy júliusban a térkövezést és a parkolók szép, esztétikus kialakítását, és természetesen növények telepítését is kivitelezni. Csapadékvíz elvezetés belterületen. Folyamatosan figyelnénk a pályázatokat, és az áttereszek tisztítása, árkok kotrása és hatékony vízelvezetés érdekében komplex megoldásokat keresünk és bevezetünk. Pályázatok nélkül is lépésről lépésre az utcákban az árkokat mélyítenénk. Utak, járdák továbbfejlesztése. Több pályázatunk van elbírálás alatt. Mint mondtam, Rákóczi Kisernő Irinyi Adi vasútnál az a kis szakasz. Emellett június 12-én nyújtunk be Magyar Falus pályázatot a térkőjárda építésére a Görgei utcában, az óvoda oldalán végig, az új játszótérig. Óvodai intézményünk energetikai korszerűsítése az egyik legfőbb feladatunk, hiszen mondtam, hogy olyan energiaárakat fizetnek az önkormányzatok és az intézmények, hogy nagyon nehéz kigazdálkodni, és bizony-bizony a tartalékot megcsappantja. Úgyhogy két óvodánk energetikai korszerűsítésére figyeljük most elsősorban a pályázati lehetőségeket. Komposztáló telep létrehozása. A környezettudatosság javítja az öltudat komposztáló telep kialakítását, merre nagy igény lenne. Piactér működésének kibővítése, mint mondtam, a polgármester úr felajánlotta a területét, már az önkormányzat nevére is került, és azt a hátsó, kirakodó részt szeretnénk kibővíteni, és ha egyszer tényleg megépülne az a gyönyörű művelődésház, itt nagy dolog szívébe, akkor egy nagyon szép és széles átjárót tudnánk ott megvalósítani, és összekötni a földutat itt a településünk szíve lelke, és itt, ha rendezvények vannak, a gyermekeket is nyugodtan el lehet engedni, mert biztonságos környezetben vannak. Játszótereink bővítése, a meglévő eszközparkoknak a fejlesztése. Köztéri fitnesspark telepítése, Borbétó mellé tervezünk egy új kültéri fitnesspark kialakítását. Borbétó környezetében fogadó közösségi tér fejlesztése, erre benyújtottuk a pályázatot, TOP plusz lehetőség keretében, és a pályázat tartalmaz egy mosdó helyiség kialakítását, utcai bútorokat, információs táblákat,
és a falusi turizmus fejlesztése érdekében fedett kemencét, és ilyen kis sütögetőket. Ez a pályázat be van adva, és elbírálás alatt van, nagy valószínűséggel elnyeri az önkormányzat. Mellé biciklitároló, és 10 darab bicikli megvásárlására kerülne sor, ugyanis ez egy sárvész projekt, ami össze van kötve azzal, hogy itt a településen egy turisztikai központ valósuljon meg, és a falu nevezetességeit, értékeit kerékpárral tudják attól a központtól megközelíteni. Fásítás zöldítés tervünk, hogy folyamatosan szépítsük a településünk arculatát. Önkormányzati eszközpark fejlesztése. Fűnyírók, szegényírók, fűnyíró kis traktor, ágdaráló beszerzése a kommunális feladatok ellátásához. A teherautónk 20 éves. Egyszerűen olyan rossz állapotban van, hogy a szociális tűzifát nem is vállaljuk, hogy kivigyük vele, mert tönkre menne abba a szezonba az autó, és ezért mondtuk azt, hogy a lakosság onnan az önkormányzat hátsó telephelyéről vitesse el akkor a szociális tűzifát, amit ugye elnyertek a családok, és ezért nem az önkormányzat vállalja, hogyha lenne olyan gépjármű, amivel ki tudnánk szállítani, akkor biztosan vállalnánk. Biztonsági kamerarendszer fejlesztése. A településünk frekventált területein növelnénk ugye a közbiztonságot ezáltal, és a mostani kamerarendszer elavult, úgyhogy mindenképpen fejlesztenünk kell, plusz több helyre újabb kamerákat szeretnénk kihelyezni. A művelődési ház építése. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, és ha bizalmat kapok, akkor ebbe az 5 évbe azért fogok lobbizni, hogy ez megvalósuljon. Közösségi rendezvényeink számára kell egy épület, egy biztonságos épület, mert méltatlan, hogy a sportcsarnokba, egy rossz akusztikával rendelkező épületbe tartjuk az ünnepeinket, a megemlékezéseinket, vagy akár a bálokat. Folyamatosan figyeljük a fejlesztési pályázatokat. És a másik fontos feladatunk a szennyvíz telepünk alul kalibrált, és mindenféleképpen egy Sárszentlőrinccel agglomerációban beadott pályázattal kellene fejleszteni a telepet. Ez elengedhetetlen. Ezt jeleztük Süli János képviselő úrnak is, és a Nemzeti Vízművek felé is levél formájába, és már tárgyalásokat is folytattunk. A kultúra fejlesztése, a köznevelés, közművelődés fejlesztés 2024-29 civil szervezetek támogatása továbbra is pályázatfigyeléssel, díjmentes pályázatírással és adminisztrációs segítséggel, folyamatos kapcsolattartással szeretnénk segíteni civil szervezeteinket. Kulturális programok bővítése. Célunk az igényes, színvonalas rendezvényeink biztosítása a lakosság számára. Falunapon, illetve gyermeknapon, születinapon, térintésmentes szórakoztatás a gyermekeknek, ételitalfogyasztás biztosítása a gyermekek számára. A mi rendezvényeinken nem csak a palacsinta evés ingyenes, hanem az ugrálóváron is ingyen ugrálhatnak a gyermekek. Kispolgárok köszöntése, hagyományunk megtartása, tovább folytatása elengedhetetlen. Tanfolyamok képzések szervezése, erről ugye szóltam pár szót. Együttműködés intézményvezetőkkel, rendőrség, iskola, óvoda, egyházi vezetők, a kialakított jó kapcsolatot szeretném megtartani és tovább építeni. A település székhelyen, telephelyen rendelkező vállalkozásokkal a kapcsolattartás erősítése. És ennyit foglaltam végül is össze az elkövetkező 5 évvel kapcsolatban. Annyit szeretnék elmondani, hogy az elmúlt 4,5 évben rendkívül jó helyzetben voltam. Jó helyzetben voltam azért, mert önöknek köszönhetem,
hogy képviselőtársaimat beszavazták, és egy rendkívül dinamikus és szorgalmas, alázatos képviselőtestület vett körül, akikre mindig számíthattam. És arra szeretném kérni a lakosságot, hogy vasárnap, amikor bemegyünk a fülkébe, akkor ne kapkodjunk, gondoljuk át, ne az a 2 perc döntse el. Hiszen vannak itt olyan képviselőtársak is, akik messziről jöttek, nem is ismerjük őket, nem ismerjük a munkájukat, munkásságukat. És arra kérem önöket, hogy egy jól működő, jól játszó csapatot, mint ahogy a fociba is, ne cseréljenek le. És szeretném, hogyha bizalmat szavaznának személyemnek is, mert nem királyként élem meg ezt a pozíciót, hanem úgy érzem, hogy alázatosan szolgálom ezt a települést, szívvel és lélekkel. És továbbra is így szeretném. Erre kérek az elkövetkező 5 évben is bizalmat önöktől. És akkor most szólítanám Pap Mónika képviselőjelölt társamat, hogy szóljon pár szót a jelenlévőkhöz. Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Megmondom őszintén, úgy vagyok én is, mint a Petra, hogy rettentően megijedtem, és egy picit ideges is vagyok. Én egy törzsökes nagydalogi családból származom. Az életem 80%-át ebben a településben, vagy ezen a településen töltöttem. Tény, hogy egy hosszabb ideig külföldön éltem, és 5 évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy hazajövök, és aktívan a falum életében részes leszek. Remélem, hogy ez érzékelhető is volt. Idén lesz októberben 5 éve, hogy hazajöttem, és aktívan részt veszek a nagydalogi református egyház életében, programszervezésben és az egyházunk működtetésében, amit egy presbiter megtehet, én úgy gondolom, hogy meg is teszek. Illetve bizalmat szavaztak nekem, és külsős tagként veszek részt a Kultúrás és Szociális Bizottság életében, mindennapjaiban, rendezvények szervezésében és lebonyolításában. Én remélem, hogy ezt a bizalmat tényleg teljes mértékben megszolgáltam. Amit tudok és erőmből képes vagyok, megteszem. Én más nem tudok ígérni a következő 5 évre, és hogy ugyanezzel a rendülettel és ugyanezzel az erővel, ha Jóisten megadja, támogatom a településemet, a közösségünket, hogy jó legyen itt élni, hogy jó legyen együtt lenni, mert dorogiak vagyunk, ez a mi településünk, tehát tegyünk érte. Köszönöm szépen! És akkor hívjuk Göröncsér István, légy szíves István, mondj pár szót. Ő sem a szavak embere, de a tettek mezején oda teszi magát. Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit, aki nem ismerne, Göröncsér István vagyok. Törzsökeres nagydalogiként, feleségemmel 2 fiúgyermeket nevelünk, akik természetesen nagydalogi általános iskolába járnak. Én kakukktojás vagyok a csapatban, mert én teljesen másik szegmensből jöttem. Én 17 éve vagyok vállalkozó. A mezőgazdaság különböző ágazataiba tevékenykedek. És úgy gondolom, hogy itt az elmúlt jó pár évnek a kihívásait azt az embernek azért nem volt egyszerű túlélni, de szerintem nem csak a mezőgazdaságban, a máshol is vannak azért elég nagy gondok. És itt az ember azért elég sok mindent megtanult. Túlélés, alkalmazkodás, és úgy gondolom, hogy ezt a település érdekében is tudnám hasznosítani. Köszönöm szépen a figyelmet! A Gerzsei Józsi bácsi szerepét az István vette át, és mindig elkísér bennünket a vidéki rendezvényeinkre, ahol a főző tudományával tényleg az 1.-2. helynél soha nem értünk el gyengébb helyezést. És akkor következő képviselő társam Borbé Dávid, aki egyben a nagyfiam is. Légy szíves, Dávid! Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönjük szépen, hogy ennyien eljöttek. Borbé Dávid vagyok, 35 éves, nős, és 2 kisfiú büszke apukája, és nagyon örülök neki, hogy akár csak én, ők is ez nagy dologon nőhetnek fel. És 5 éve önök bizalmat szavaztak nekem, amit nagyon szépen köszönök, nagyon megtisztelő. Gondolkoztam, hogy mi az, amit mondhatnék önöknek, hogy mi az, amit felajánlhatok, és 5 évesen ígértem sokat.
Mert azt gondolom, hogy itt azért a munka dandárját leginkább a polgármester és az önkormányzat dolgozói végzik. Ugye mi ezt csak szabad időnkben csináljuk. De amit mondtatok, hogy tudásom legjobbát nyújtva részt vesztek a testületi üléseken, amikor csak szabad időm engedi, akkor próbálok segíteni minden rendezvényen. És akár csak Joci, én is az elmúlt 5 évben lemondtam ugye a képviselői díjamról, és egy igazából jó pár projektben sikerült ezzel az összeggel részt venni, többek között az önkormányzat épületének a belső bútorzat felújításában, itt a könyvtár mögötti játszótér megújításában, a karácsonyi díszvilágítás beszerzésében, és pár kulturális rendezvény finanszírozásában is. És szeretném ezt igazából a következő 5 évben is folytatni, szóval, hogyha önök én nekem bizalmat szavaznak, akkor ezt nagyon szépen köszönöm, megtisztelő lenne, ha pedig nem, akkor azt méltósággal elfogadom, és nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, és végül is beszámolómat befejezném. Ha esetleg van valakinek kérdése, nagyon szívesen válaszolok rá. Igen. Üdvözlök mindenkit. Én csak egy kérdést szeretnék feltenni, hogy múlt hét pénteken volt a független egyéni képviselők bemutatkozása, hogy arra, hogyha a polgármester asszony nem volt jelen. Nem voltam jelen, mert hordtam a szóróanyagomat, ugyanis napközben dolgozom, és csak 4 óra után tudom, és későn készült el a nyomdába, és a második kiadványom is majd ma este kerül kiszórásra, és ezért nem tudtam részt venni. De meg fogom hallgatni a holnapi napom. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. De ismerem a személyeket, nincsen semmi ellenvetésem, senki ellen, te ellened sem, hiszen tudom, hogy mennyi közösségi munkát válasz. Másnak esetleg? Igen? Én is tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Nekem is lenne egy kérdésem. Eredetileg nem terveztem, de a művelődési háznak a megépítése többször is szóba került. Valóban nagy szükség lenne erre a településnek, és én is úgy gondolom, hogy nagyon szép környezetben lenne itt a házasságkötőterem mögött. Viszont az lenne a kérdésem, hogy a tulajdonosokkal történt-e már előzetes egyeztetés. Nem tudom a tulajdonviszonyokat, nem készültem, de azt tudom, hogy mert személyesen láttam, hogy a területet Schneider Lorent használja. Nem tudom, hogy ő-e a tulajdonos. Tehát nem ő a tulajdonos, nem ő. Jó, tehát béreli a területet, de igen, tárgyaltam a tulajdonosokkal, nem mindenkivel, de többségükkel igen. Jó, köszönöm szépen. Nincs mit. Egyébként az orvosi szolgálati családi házzal kapcsolatban az sem véletlen került oda megépítésre, hiszen egy gyönyörű környezetben van, hogyha megnyitjuk itt középen a teret, és egy művelődési ház épül oda a hasonló stílusba, akkor itt egy gyönyörű belső környezet fog létrejönni. Ami mondom még egyszer, hogy véleményem szerint a településünk szíve lelke lenne. Van-e esetleg még kérdés? Köszönöm szépen. Akkor mindenkit még egy utolsó mondat erejéig arra kérnék, hogy gondolja meg, hogy hova teszi az X-et. Biztosan mindenki a maga nemébe remek ember, aki jelentkezett, de úgy gondolom, hogy magam, jó magam és csapatom bizonyítottunk, egy nagyon jó szándékú csapat alakult, és tényleg szívvel, lélekkel azért teszünk, hogy ez a település fejlődjön, és az itt élőkkel
minél szorosabb közösségi együttműködés valósuljon meg, és jöjjön létre. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és meghallgattak. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok. Köszönöm.